egyébként tényleg rosszul estek, amit a Fater is, meg a Dani is mondott, hogy akkor ő vállalja a felelősséget, és akkor ő odaáll, és helyette senki ne menjen. Szerintem ott is volt olyan kör, amit megbeszéltek. Innentől kezdve persze. Ne áll szemkendjen, mert nyilván akkor nyerhetett volna 3-0-ra is. Amit Jodi megnyert, igazából azt a Fater odaadta neki. Oldalra dobált. Tehát, hogy innentől kezdve nem állja meg a helyét, amit mondott, mert nem volt jogos. Volt olyan szituáció, még régebben, amikor a